Bencsik reméli, hogy a hadsereg megvédi a parlamentet a tüntető csürhétől. Ahogy a Starblick is megírta, szombaton a tüntetők bejelentették, hogy május 8-án az új országgyűlés alakuló ülésével egy időben demonstrálni fognak a parlament előtt a Kossuth téren. Viszont az országgyűlési őrség objektumvédelmi igazgatósága április 23-án kiadta személy és népesítményvédelmi intézkedési határozatát, miszerint május 8-án reggel 6 és 14 óra között lezárják a Kossuth teret. Az indoklás szerint az országgyűlés alakuló ülésének programja a parlament épülete előtti térre is kiterjed, ahol védett személyek is jelen lesznek. Ezen felbuzdulva, összeültek gondolkodni a békemenet sztárjai az Ecsot stúdiójában, ahol a demokrata főszerkesztője a következőket találta mondani. Nekem nagyon nem tetszik, hogy május 8-án a parlament alakulásakor ott akarnak tüntetni a Kossuth téren. Erősen bízom benne, hogy a rendőrség, ha kell a katonasság, meg tudja védelmenni a parlamentet ettől. Elnézést, de azt kell mondjam, hogy ettől a csürhétől. Ha már csürhe, úgyis ezt fel akartam vetni. És a másik aranyszájú ezt találta mondani nemrégiben az ellenzékiekről. Kommentár nélkül. Csak, hogy tudja ki, hova tartozik és kire mi vár.